Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A magyar rács X monád verziójával fogunk a mai nap foglalkozni. Szeretném bemutatni, azaz megnézzük, hogy mit kapunk, ha ezt felrakjuk. És az első kérdésbe mindenképp azt kell eldönteni, hogy miért szeretnénk X monádot használni, akármilyen telepítésű X monádot. Miért? Pro és kontra érveim vannak, természetesen erről már volt szó, és itt csak villámgyorsan át fogunk futni azok kedvéért, akik nem olvassák a blogomat, vagy a régi videókat nem nézték meg. Ez egy ablakkezelő, ezért érdemes felrakni az X-monádot, mert ez egy ablakkezelő, és ezt a funkciót, azaz az ablakok natur kezelését nagyon jól ellátja, nagyon kényelmesen, nagyon pontosan és precízen beállítható, gyors, stabil. Nyilvánvalóan minden operációs rendszer minden verziójánál elhangzik, hogy ő bizony gyors és stabil. A stabilitásról csak annyit tudok elmondani, hogy eddig még nem sikerült lefagyasztanom az X-monádot, más operációs rendszereket, más disztribúciókat, esetleg más asztali vagy ablakkezelő felületeket én bizony sikeresen lefagyasztottam, de az X-monádot nem gyors. A gyorsaságra annyit szeretnék mondani, hogy 5-6 olyan ablakkezelőt kipróbáltam, ami alapból gyors, és ő volt a leggyorsabb. Tegyük hozzá, hogy aki i3-at használt, annak nagyon kellemes meglepetés lesz, hogy ez még annál is gyorsabb, precízebb és pontosabb működést ad. Azaz érdemes olyan gépeken kipróbálni ezt, ahol kisebb a teljesítmény, és ott is egy normális, kényelmes és jól elfogadható környezetet kapunk sebesség és stabilitás terén. Azaz gondolkodhatunk azon is, hogy egy régebbi képet beüzemelünk, és arra fölrakjuk az X-monádot tesztként. A következő érv az X-monád mellett az, hogy ő egy moduláris felépítésű eszköz, ami Haskell nyelven konfigurálható és jól beállítható. Ez mit jelent? Azt, hogy vannak hozzá plusz modulok, amiket, hogyha te beimportálsz ebbe a rendszerbe, akkor plusz funkciókat fognak ellátni. Azaz, minden olyan ablak elrendezés lejut, amiket te használsz, hogyan nézzenek ki az ablakok, tehát egymás mellett, vagy teljes képernyőn, vagy fülesen legyenek, azokat ilyen kis modulok tartalmazzák, amiket beimportálsz, és akkor azt a funkciót már el tudja látni ez a rendszer. Azaz, nyilvánvalóan pár ablakkezelési módszert, layoutot be fogok mutatni, ami a magyar rácsba bent van, de hogyha neked egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, századik kell, akkor természetesen fogod a modult, beimportálod, kétszer elolvasod a leírást, beállítod, és más egyéb beállítású ablakkezelési rendszered is lesz. Azaz nagyon-nagyon kényelmes, jól beállítható, és a Haskell nyelv az egy nagyon jó kis programozói nyelv, nyilvánvalóan én nem nagyon értek hozzá, de az a nagy előnye megvan, hogy a konfigurálás ezen a nyelven történik, azaz, hogyha ott valamit te elrontasz, és újrafordítod, újraindítod a X-monádodat, akkor természetesen ő ki fogja írni, hogy bocsi, itt hiba van. Azaz nem lesz olyan problémád, hogy bekonfigurálsz valamit, újraindítod a rendszeredet, és utána nem indul, mert valamit eltoltál. Ugyanúgy, illetve hasonlóan, mint az i3 verziónál, bizony ő is ki fogja neked írni, hogy valami probléma van ebbe és ebbe a sorba, és megpróbál valami kis iránymutatást adni, hogy ott mi a probléma. Azaz egy olyan környezetbe fogsz dolgozni, ami kontrollálja, mind a programozóknál a fordító, hogy jó vagy nem jó az a szintaktika, amit te használsz. Sok és jó leírás van. Ez így teljesen nem igaz, majd később kitérek rá, hogy miért nem, de ami lényeg, a Haskell oldalon, tehát az X-monád oldalán természetesen a leírások 95%-a kényelmes, értelmezhető és jó és korrekt, azaz kényelmesen mindenhez hozzá tudsz férni. Egyetlen egy olyan funkció sem lesz elrejtve előled, amit úgy eldugaszoltak, és aztán már jól eltitkolják előled, minden agyon van dokumentálva. Ami nagyon kényelmes, sok példa konfiguráció van, és ennek az az előnye az X-monádnak, hogy pontosan egy darab állományban tárolja az összes beállítást, ami ő hozzá tartozik. Így, hogyha egy X-monád konfigurációs fájt kinézel,
és beteszed a rendszerbe, megcsinálod az újrafordítást, ami egyébként csak egy parancs, tehát nem kell megijedni, hogy itt különböző ilyen-olyan dolgokat kell ezt csinálni, újrafordítod a rendszert, és azt a beállítást fogod kapni. Bele tudsz nézni, ki tudsz belőle emelni részeket abból a konfigurációból, ötleteket tudsz szerezni. Ez nagyon-nagyon nagy előnye annak, hogy a konfigurációs fájl egy darab, sokan a sajátjukat megosszák, és ötleteket, tippeket, trükköket tudsz összeszedni. Ami nagyon fontos nekem, normális Reddit csatornája van, azaz van egy háttértámogatás angol, de hát manapság majdnem minden angol, tehát egy angol nyelvű Reddit csatornája van, ahol segítenek. Természetesen ott is elvárnak egy bizonyos szintű öntevékenységet, érdemes ezt a Reddit csatornát megnézni, és tippeket, trükköket, gondolatokat összeszedni, főleg az első időben, amikor azt se tudod, hogy hát bizony hogyan, miképp és mi működik. Összetett, azaz komoly ismeretet kíván a beállítás. Ezt vegyük komolyan, és csináltam pontosan ezért egy olyan videót, hogy kinek nem való a T-Link, azaz a csempézős ablakkezelő rendszerek, mert előfordulhat, hogy a tudásod kevés hozzá. A hozzáállásod nem olyan, vagy esetleg nincs elég időd, kedved ahhoz, hogy ezt megtanult, itt azért nagyon-nagyon más környezetbe fogsz kerülni. Ami igazából kellemetlen, hogy sok leírás és konfigurációs fájl, amit te megtalálsz az interneten, az elavult. Én a blogomba valahol ajánlottam egy kis leírás sorozatot, egy honlapot, ahol a srác összeszedte azokat a minimális ismeretet, ami a Haskell nyelvből kell, nagyon kevés, egyszerű, átlátható, illetve a konfigurációkra is ad tippeket, azaz vannak konfigurációk és vannak leírások, amik elavultak, és ebbe bele lehet futni, és akkor kellemetlen, hogy ja, te pont megcsináltad azt, amit leírtak, és mégsem működik. Nyilvánvalóan ez előfordul máshol is, természetesen. Ami nagyon-nagyon hátránya sokak szerint az X-Monadnak, hogy puritán kinézetű. Azaz alapbeállításba, amit ha te nem előre konfigurált verziót raksz fel, akkor gyakorlatilag egy téglalapot kapsz, amiben ott van az ablak, és abban működnek a programok. Oké, nekem ez nagyon bejött, de ezen lehet változtatni, tehát a puritán kinézet nem azt jelenti, hogy állandóan csak egy-egy kis ablak van, és nincs árnyék, nincs keret, meg nincs bár, de van. Természetesen, és ezért kell úgy hozzáállni a tanuláshoz, hogy egy előre konfigurált, egy előre jól konfigurált X-Monadot rakunk fel, ilyen például a magyarás. Én 3 darab előre konfigurált rendszert próbáltam ki, az egyik a magyarás, a másik 2-nek a nevét nem szeretném elmondani, mindenki sejtheti, hiszen nincs annyi előre konfigurált X-Monad verzió, hogy hát melyikek lehetnek ezek, teljesen mindegy, hogy melyikek. Az egyik még ennél is puritánabb, egyszerűbb, mint a magyarás, a másik meg a fél világot föltelepítette a gépemre, ami nekem nem jó. Tehát persze ott is lehetett volna variálni, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de én azt az elvet vallom, hogyha van egy disztribúció, ő azt mondja, hogy egy X-Monadot telepít, akkor megnyomom a gombot, végigmegyek a telepítésen, és azt tekintem alap telepítésnek, amit az a disztribúció felrak. Megnézzük, hogy milyen minimális, de elégséges eszközöket rak föl nekünk a magyarács. Oké, miért is a magyarácsot választottam? 2 bárral telepíthető, azaz a saját bárját az X-Monadnak fel tudod rakni, ki tudod próbálni. Ha ez mégse tetszik, vagy éppen polibár kedvelő vagy, akkor természetesen már alapból be van állítva egy olyan verzió, tudsz úgy telepíteni, hogy a polibárt rakja föl. Ez nem azért nagy cucc, mert ó, hát van 2 bár, aztán hű, de nagyon jó lesz nekünk, hanem azért, mert maga a beállítása, az, hogy a polibárral együttműködjön, ahhoz egy kis tudás kell, és hogyha ezt valaki úgy öntevékenyen szeretné elvégezni nulla ismerettel, annak előreugrik az a gondolata, hogy bocsi, azért inkább a magyarácsot fogom feltolni, mert őt megcsinálták, összeállították, beállították a rendszert, úgyhogy a 2, az X-Monad és a polibár jól együttműködjön, előre konfigurált. Egy alaptelepítésű rendszer, egy X-Monad, az bizony ad pár billentyűkombinációt, pár beállítást és kész.
semmi több. Itt azért már összeállítottak egy olyan rendszert számodra, hogy a billentyű kombinációkkal azért már kényelmesen tudsz dolgozni, el tudsz indítani bizonyos programokat, tehát egy nagyon kényelmes, azonnal használatba vehető eszközt fogsz kapni. A másik, ami sok embernek nagyon fontos, és nekem is nagyon fontos volt egy ideig, hogy van, ismétlen van magyar leírás induláshoz, és azt az orrod elé fogják vágni abba a pillanatban, ahogy a rendszert elindítod. Azaz nem kell keresgélned, és még ki se tudod kerülni induláskor, hogy azt a leírást legalábbis megkapd, hogy elolvasod-e, értelmezed-e, az a te egyéni dolgod, de én azt mondom, hogy mindenképp tedd meg. Alaptelepítésű, azaz nem pakolja fel a fél világot, nem gondolja azt, hogy neked az összes programot fel kell rakni, hanem kapsz egy alaptelepítést, ami azt jelenti, hogy akár telepítéskor is egy bizonyos körből kiválogathatod a LibreOffice-t, akármit, hogy telepítse föl, ha neked ilyen indítatásod nincs, és csak valóban arra vagy kíváncsi, hogy az Xmonad hogyan működik, és esetleg egy kicsit terminálosabb ember is vagy, akkor természetesen kapsz egy alaprendszert, ami egy viszonylag pici, szűk és szikár beállítású, ami hát, hogy is mondjam, egy haladónak nagyon kényelmes, mert nem avval kezdi a telepítést, hogy lefut a telepítés és kiszorja azokat a programokat, amik számára nem kellenek. És az is nagyon fontos, hogy van magyar támogatás, egy Discord csatorna van, a honlapjukon megtalálod a Discord csatornának az elérhetőségét, és oda érdemes csatlakozni, mert segítenek, hogyha valamibe elakadsz. Oké, hogyan érdemes nekiállni egy komolyabb rendszer telepítésének, kipróbálásának? Első, ami nagyon fontos, amit mondtam, nehogy ledaráld a kedvenc operációs rendszeredet, kedvenc disztribúciódat, csak azért, mert te Xmonadról szépet hallottál, vagy akármiről. Ragd már föl virtuális telepítéssel, megnézed, tetszik? Azt csinálja, amit akarsz? Egyáltalán együtt tudsz vele érni? Igen, együtt tudok vele érni, és természetesen akkor a VirtualBox-ba vagy a QEMU-ba, vagy akármibe, amibe te kipróbáltad, tudsz egy kicsit vele játszadozni, annélkül, a félelem nélkül, hogy hűha, most elrontom, akkor újra kell telepíteni, és akkor mi lesz? Ott akármit csinálhatsz vele, ide-oda kattogtathatsz, és nem történik semmi, hiszen a virtuális gép, mondjuk a QEMU egy olyan gép, ami azt adja számodra egyértelműen, hogy nem fér hozzá a te elrontott konfigurációd, vagy rossz beállításod a gazdagéphez, így, hogyha leállítod a virtuális gépet, utána az alaprendszerrel tovább tudsz lépni, tovább tudsz dolgozni. Nagyon jó! Ha feltelepítetted, ami egyébként maximum 10 perc, és bemutattam egy telepítést, a QEMU-val 3 darab parancs segítségével föltoltunk egy rendszert, azaz bizony kényelmesen tudod használni, ami a telepítés után első kötelező házi feladatod, hogy az induló leírást, azt hiszem ez 4-5 oldal, elolvasod, kijegyzeteled a gyors billentyűket, mert annak nincs nagy teteje, hogy azzal megy el az első napod, hogy a gyors billentyű leírásokat keresgéled. Elolvasod a leírást, ki jegyzetelt, hogy mi mivel indul, és utána természetesen már kényelmes helyzetbe leszel, és valóban élményszerűen tudod kipróbálni. A következő lépés természetesen az, hogyha már az alapműveleteket ismered, eligazodsz a ablakok között, már nagyjából sejted, hogy mi hol fog megjelenni és hogyan működik, meg kell ismerni majd a konfigurációs fájlokat. Erre is vannak nagyon jó videók a Magyar Ács csatornáján, és én úgy gondolom, hogy azok a videók folyamatosan bővülnek, azaz időnként a Magyar Ács, meg az én videócsatornámat érdemes nézegetni, hiszen ez a konfigurációs, beállításos téma bizony az ablakkezelőknél elég keményen ott van, azaz megnézed a konfigurációs fájlokat, abból összeszeded, ami neked tetszik, és használod, és megnézed, hogy milyen billentyű kombinációk, milyen beállítási lehetőségek vannak, majd miután megismerted az alap magyar ácsrendszert, ha vannak olyan funkciók, amik kellenek, vagy amik nem kellenek, azokat te szépen testre tudod szabni. Azaz nehogy úgy nekiugorj, hogy elkezden nyomkodni a gépet, a billentyűzetet, és hú, nem megy semmi. Persze, hogy nem megy,
az alapismereteket az induló leírásba a konfigurációs fájlokból össze kell szedegetni, meg kell nézni, hogy mit, hol és hogyan kell használni és állítani. Na, hát ha ennyi felvezetés után nézzünk is meg egy alaptelepítésű polibáros magyar ARCH-nak a rendszerét, de előtte én elmondanám, hogy összetudjátok hasonlítani a saját gépetekkel, hogy bizony a telepítésem egy alap, semmi pluszt nem tartalmazó magyar ARCH polibáros XMonad telepítés, azaz semmi plusz programot nem tettem fel. Ez egy virtuális gép, aminek a mérete 8,5 darab giga, tehát egy 10 gigabájtos virtuális gépen simán ki tudod próbálni és használni ezt az eszközt, ha nem akarsz semmit felrakosgatni. Gyakorlatilag úgy számolhatsz, hogy 20-30 giga az, amin kényelmesen tudsz dolgozni, azaz ekkora partíciót minimum kell neki elkészíteni. A 8,5 gigába a teljesség kedvéért el kell mondanom, benne van 2 darab giga swap is. Azaz nem külön partícióra tettem a swapot, ez egy kicsit megtévesztő, mert ha külön partícióra tenném, akkor itt 6,5 gigát látnátok, mint lemezfoglalást. Tehát egyértelműen oda kell figyelni, hogy a swap benne van, vagy nincs. Ami nagyon fontos, ez egy 4 magos, 2 giga RAM-mal ellátott virtuális gép. A sebesség miatt, a működés miatt mondom, hogy figyeljetek meg, még egy ilyen ósdi, réginek mondható virtuális gépen, vagy hogyha neked ekkora van, valódi gépen is a sebessége elfogadható és nagyon gyors. Amit érdemes tudni, többször emlegettem, 10 perc alatt az alaptelepítést fel tudod tolni, azaz nem kell órákat várni, vagy 10 perceket várni folyamatosan, hogy feltelepüljön. Na hát most menjünk is át, és nézzük meg, hogyan is működik ez a rendszer. Miután a virtuális gépet felbútol, ez a bejelentkezési panel fogad. Pár magyarázatot szeretnék ehhez fűzni, azon kívül, hogy jól kinéz, színben harmonizáló, nem csicsás bejelentkezést fogunk kapni. Ezek a felső fülek, ez a felirat, illetve az alatta lévő tintkettes, bár nem a rendszerhez tartozik. Elgondolkodtam azon, hogy én úgy veszem fel ezt a videót, hogy ezeket kitakarom, de utána rájöttem, hogy felnőttekhez beszélek, általában haladók használják ezt a rendszert, az érdeklődők is szeretik a Linuxot, és fel tudják fogni, értelmezni tudják azt, hogy a tényleges gép ez, ez és ez a sarok között van. Azt hiszem egyértelmű, és nem fogják várni, hogy egy tintkettes bár jelenjen meg egy polibáros telepítésnél. Gondolom egyértelmű. Nézzük is meg, miről van szó. Itt választhatod ki, hogy melyik rendszert szeretnéd indítani, nyilván az XMonad egyedül telepített erre a virtuális gépre, így egyértelműen nem fog különösebb megjelenni itt más, de ki tudod választani, van egy dátum, mellett ez a kis emberke, a nagy szöveg, illetve a nagy kontraszt, jegyezd meg az F1, F2-t, hogyha nagyobb kontrasztot szeretnél, vagy nagyobb betűméretet, és a kiléptető kis ikonkát mindenki ismeri, felfüggesztés, hibernálás, újraindítás és leállítás, lehetőségek között tudsz választani. Nyilvánvalóan bejelentkezünk, az én jelszavam jelen pillanatban, de neked nem, hogyha ezt natívan telepíted, a virtuális gépen egy darab betű, hogy gyorsan be tudjak jelentkezni, és ennyi idő alatt el is indul a rendszered. Mit látsz? Első körben meg fogjuk vizsgálni a külcsint, azaz hogyan néz ki, milyen színek vannak, és hogyan harmonizált, hogyan néz ki ez a rendszered. De első körben el kell mondanom, elénk kerül a sugónk, azaz egy ötoldalas, ide van írva, ötoldalas olyan kis leírás, amit mindenképp érdemes elolvasni, és ebben, bár másképp is lehet természetesen, az egérgörgöddel tudsz navigálni, föl le tudod tekergetni, el kell olvasni. Nem elég elolvasni, ki kell majd jegyzetelni, illetve ezen végig fogunk menni olyan óvodás szinten, hogy itt az van írva, és azt kipróbáljuk, felkiáltású dolgokat megtesszük. Oké, kaptunk egy sugot, szuper! Én úgy gondolom, hogy csináljunk egy tiszta asztalt, és utána vissza tudunk ehhez térni. Rákattint az bármelyik ikonra. Ups! Mit láttunk, illetve az előbb is többször láthattátok, hogy van egér.
ez egy nagyon jó dolog, hogy van egér, mozgatom, és nézd meg, valóban van egér, és rákattintottam, asztalt váltunk. A legnagyobb félelem ellenérv, aki nem ismeri ezeket a rendszereket, az, hogy ez csak billentyűről működik, és nem lehet egérrel dolgozni, ez alapvetően hülyeség. Természetesen ezek a rendszerek arra készültek alapesetben, hogy billentyűről kényelmesen tudj navigálni, billentyűzetről kényelmesen tudj dolgozni, de ennek ellenére, ahogy látod, egérrel is tudsz dolgozni. Szuper, nem? Rögtön leromboltunk egy téveszmét, hogy itt bizony egér nincs, aztán mindent billentyűről old meg, ami alapvetően hülyeség, hiszen a legtöbb program használ egeret, grafikus programok használnak egeret, így bizony, ha nem lenne egérkezelés, akkor nem lehetne használni ezeket a rendszereket, grafikus felület és grafikus programok keretében. Azaz, nagyon kényelmes. Már az első ránézése, tudjuk, szép, egyszerű hátteret kapunk, és ha továbbiakban is figyelsz engem, észreveheted, hogy a hátter nem változik. Vannak olyan, hogy is mondjam, rendszerek, amiknek az a csicsásítási módszere azzal teszik vonzóvá, hogy a Variety nevű kis programocskát fölinstalálják, első körben azokat szoktam leszedegetni, és váltogatják a háttérképet, minek a háttérkép van és kész. Aki az én rendszeremet ismeri, egyértelműen rájön, és megfigyelhette, hogy az utóbbi időben egyszerű, semmi háttérkép felállásban dolgozok, egyszerű szürke hátteret tettem be, ami nem fogyaszt energiát, erőforrás, és bizony kényelmes, és nem égeti ki a szememet. Itt nagyon jól megtalálták azt a egyensúlyt, hogy ki is néz valahogy a háttérkép, és nem is csicsás, nem is csúnya. Azaz szépen kinéző alaprendszert kapunk. Kaptunk egy polibárt, a polibár beállításáról én nem fogok beszélni, mert tele van az internet polibár beállítási lehetőségekkel. Aki ezt a fajta beállítást választotta, egyértelműen be fogja tudni saját magának állítani, de mi most az alapbeállításról beszélünk. Itt van egy X-monád felirat, ami itt kapod meg az asztaloknak a jelképét. Ahogy láttad, az asztalok között egérrel is tudsz váltani. 8 asztal kapsz, illetve ez egy nem pontos 9-et kapsz, de a 9-eknek speciális szerepe szokott lenni, így 8 asztalt fogunk tudni beosztani, ami között egérrel váltogatunk. Ez a három csík jelen pillanatban egy három csíkot jelképez, de gyakorlatban ő jelzi ki az internet használatot, nyitottam egy terminált, és elindítok egy up-al parancssal egy frissítést, hogy lássátok, hogy az is működik-e, bekéri a jelszót, és ahogy látni az internet használatának a sebességét, nagyságát, illetve az aktív internetes elérést kijelzi. Működött? Működött. Ki lehet pipálni, hogy működik. A következő a no-szenzor felirat azt jelzi, hogy virtuális gépbe nem fér hozzá a szenzoradatokhoz. Na, hogy nem fér hozzá, hiszen a virtualizációnak az a lényege, hogy a gazdagéphez ne férjen hozzá az adott eszköz. Természetesen, hogyha ezt natívan telepíted, itt a processzorod hőfokát fogja kijelezni. A következő, ami számunkra érdekes, ő kiírja, hogy 1,9 GB-nyi memória van összesen, azaz 2 gigás virtuális gép lett telepítve, azért, hogy lássátok, hogy a működés nagyon pici gépen, relatív pici gépen, nagyon szépen fog működni. A mellette lévő 208 mi, az azt jelenti, hogy 208 megányi alaphasználatot foglal le a memóriából ez a rendszer, úgyhogy fut a polibár, van háttérképed, meg ott van a sugó, ami egy PDF, annak a megjelenítése is valamicske memóriát elfoglal, illetve természetesen van egy viszonylag jól összeállított és szépen kinéző terminál emulátorunk, ami éppen működés közben is láttatok, hogy kapott egy NeoFetch feliratot, és van benne egy elfogadhatóan összerakott, színes, kényelmes prompt. Ennyi, menjünk is tovább. Az időjárás kijelzése működik, kipróbáltam, igazából ha kell, meghagyod ezt a panelt a panelon, ha nem kell, nem hagyod meg, ez egy működő képes kijelzi.
számodra azt az időjárást, ami jelen pillanatban nálad van. A másik gondolat, huha, itt van valami nagyon érdekes dolog, van egy naptárunk, kattintsunk is rá, megkapjuk a naptárat, és ezt egy kicsit odébb mozgatom, mert eléggé átlátszóra lett beállítva, az én ízlésemnek egy picit átlátszóbb, mint ahogy szeretem, de hát nyilvánvalóan a Picom-ba, illetve az indító rendszerbe ezt természetesen egy picit kevésbé átlátszóvá is tudod tenni, ha olyan az igényed. De ez is így jó, ha egyszerű a háttér, ami mögötte van. Azaz, megint vegyük észre, hogy hiába azt mondják, hogy nagyon egyszerű, ja, mert hát keretek vannak, aztán az, hát abban nem fogsz tudni dolgozni, mert a terminálokat tudsz indítani, ötöt aztán az nem. Nagyon szép beállítási lehetőségeket ad a Picom rendszer, ami a Comptonnak az utódja, ha véletlenül valaki nem követni ennek az életútját, látható az aktív ablak kap egy keretet, egy zöld keretet, ami harmonizál a többi színekkel, és egy szép vetett árnyékot is ad, tehát kiemeli, szépé teszi, ilyen egyszerű dolgokkal szépé teszi a rendszert. Ez a kis naptárkezelő nagyon egyszerűnek tűnik, és nekem az volt az első gondolatom, hogy ezt én, hát tudod mit, hát ilyet én. Utána elkezdtem utánaolvasgatni a leírásokat, megnéztem, ez egy nagyon frankó, igaz terminálos és szöveges, de nagyon frankó kis naptárkezelő. Napokhoz tudsz rendelni teendőket, a teendőket ismétlésre be tudod állítani, hetente, naponta, havonta, akármikor, jelenjenek meg, tehát legyen felirat, itt a naptár, illetve van egy ilyen kis jegyzetszerűség, teendő felsorolás. Azaz ezt ne vágjuk ki az első pillanatba, hogy ennél undorítóbb nincs a világon, és én nem szeretném ezt használni, azért már ilyen egyszerű. Ez egy nagyon kényelmes, professzionális lehetőségeket nyújtó, de terminálos, karakteres naptár. Én ezt használom körülbelül 2 hónapja, és nagyon meg vagyok vele elégedve, hiszen be tudok időzíteni mindent, azaz jelenjen meg mindenhol elsején, hogy a villanyt kellem diktálni, jelenjen meg mindenhol 25-én, hogy a gázt kell diktálnom, és automatikusan beállíthatóak az értesítések, szép, korrekt. És a színeit is tudod változtatni, hogyha éppen ez a megjelenítési dolog, hogy ilyen piroska, ő nem tetszik, a színeket természetesen beállíthatod, mindent be tudsz állítani. A következő 3 óra nem túl izgalmatos dolog, és a hangerőszabályzó, ami rögtön megjeleníti a hangerőszabályzó panelt, és itt be tudod állítani azt, amit szeretnél. Kényelmes, jó, és nincs agyon csicsázva. Nagyon sok helyen lehet látni olyat, hogy a hangerőszabályzót úgy kezelik, mintha az lenne a legfontosabb egy rendszerbe. Különböző ikon hegyeket raknak hozzá, különböző megjelenítési módokat raknak hozzá, nekem az nem kell, bevallom őszintén, ez az egyszerű megjelenítés számomra jó. A következő az ismerős, ha rákattintasz, akkor megkapod, hogy ki tudsz lépni, újraindítasz meg egyéb. Egyébként jegyezzétek meg a Windows C billentyűzetet, ez is egy ilyen kiléptető menü, szerintem nagyon-nagyon kényelmes, oda van írva, hogy power off, kikapcsolja, reboot, újraindítja a rendszeredet, hibernálhatsz és kiléphetsz az X-monádból, és akkor az előbb látott beléptető panelt fogod megkapni, és visszaléphetsz, hogyha úgy gondolod. Azaz első körben elmondhatjuk, hogy a terminálos megjelenítés, ő a terminálos megjelenítés, illetve az előbb látott kis naptárprogramocskával bemutatott terminálos megjelenítés korrekt, szép. Árnyék van, szépen látni a kereteket, minden úgy működik, ahogy kell. Nézzünk is meg most az egyszerűség kedvéért még egy panelt. Látható, hogy a következő panel egy terminál, ami megjelent, az is megjelenik, szintén megkapja az árnyékokat, figyeljétek meg, és hogyha ez kényelmetlen, és ti nem azt szeretnétek, a fókuszált az zöld. Amivel te dolgozni tudsz, az zöld lesz, és hát hogyha ezt nem szeretnéd, hogyha egérre mozgatva váltsa, akkor természetesen konfigurációs fájlba egyetlen egy érték átállításával meg tudod adni azt, hogy akkor váltson fókuszt, azaz akkor legyen zöld keretű, aktív egy ablak,
amikor rákattintasz. Én ezt az utat választottam, de természetesen vélhetően a készítők inkább terminálosak és nem egérrel dolgoznak. Őnekik nagyon megfelelő az, hogy így egér mozgatásával, ide-oda mozgatásával az az ablak kap fókuszt, amelyik az mutató alatt van, a kurzor alatt van. Most nézzük meg, hogy egy grafikus felületű program hogyan működik. A PC-man FM-et fogom elindítani, ami így néz ki. Látható. A témázása szép, összhangban van a keretszínnel, az összeszín harmonizáló. Azaz összefoglalva el tudjuk mondani, hogy a polibár, a háttér, a grafikus program, ami ezt a témát tudja kezelni, ami be van állítva, és az ablakkezelő része, tehát azok, hogy az ablak keretek hogyan nézzenek ki, összhangban vannak, szépek, és időt, energiát fordítottak arra, hogy ki is nézzen valahogy ez a rendszer. Itt egy összefogott, szép rendszert fogsz kapni, ami még egy kis árnyékokat is tartalmaz, hogy kényelmesen és jól tudsz vele dolgozni. A következő részben, pár nap múlva meg fog jelenni, elkezdjük kivesézni ennek az alapjait, elkezdünk vele dolgozni, és megnézzük, hogy hogyan fog működni. Összefoglalva a mai megbeszélt dolgokat, megnézzük az elején, hogy miért érdemes az X-Monaddal foglalkozni. Ennek azért olvass utána, nézd meg pár videót, hogy ez neked való-e, tetszik-e, jó-e. Megbeszéltük, hogy miért nem kellene. Csináltam külön videót arról, hogy kinek és miért nem való esetlegesen az ilyen rendszer, és gondold át az abban elhangzottakat. Majd megbeszéltük azt, hogy azért érdemes a magyar rácsot használni, mert egy jól kinéző, láttátok, egységesen kinéző rendszert kapsz, ami előre be van állítva, és van hozzá magyar sugó is, egy 5 oldalas PDF-fel, ha azt kinyomtatod vagy kijegyzeteled, el tudsz indulni a következő részben bemutatott dolgok kapcsán, azaz ablakokat hogyan kezeljük, mi hogyan jelenik meg. Megnéztük a kinézetet, nyilvánvalóan ez a zöld, szürkés kinézet nagyon szolíd kinézetet ad, ami nagyon jó abból a szempontból, hogyha ránézel, nem vonja el az ilyen-olyan csicsa szépészeti eszköz a figyelmedet a munkáról, de egységes, azaz a terminálos részt is, és a grafikus program részt is egyformára hozták össze, ami ráadásul még a bárral, a polibárral, ami működik, az összes eszköze működik, egységes színben is. És megnyugodott mindenki, hogy bizony itt egeret is lehet használni, hiszen az asztalváltás egérrel is megtörténhet, szépen kattogtatva, váltogatva az asztalokat, az asztalok képe, ikonkája megjelenik a polibáron. Ez nagy szó, mert alapbeállításban nem fog megjelenni, tehát hogyha fölteszel egy X-monádot, meg egy polibárt, natúrba nem fog így megjelenni, azért ehhez kellett dolgozni, hogy jól szépen megjelenjen, ikonszerűen jelenje meg. Na a lényeg az, hogy jól összeszedett, jól kinéző rendszert kapsz. Nagyjából átláttad azt, hogy itt azért lehet kattogtatni, és különböző dolgokat lehet csinálni, de ezekre a dolgokra a következő részben fogunk kitérni, hiszen kell egy kis idő, hogy átgondolt azt, hogy szeretnéd-e telepíteni, illetve szeretnél-e ezzel foglalkozni. Mindenkinek megköszönöm, hogy meghallgatott, és a következő részben találkozunk. Köszi szépen, sziasztok!